Heves megyében 150 és 200 közé tehető azoknak a családoknak a száma, melyek többszörösen fogyatékkal élő gyermeket nevelnek. Közülük 60-70 családdal áll napi kapcsolatban a halmozottan sérültek Heves megyei szülőszövetsége. Domán Zoltán elnök, aki maga is sérült gyermeket nevel, kettős céllal hozta létre a jótékonysági eseményt. Egyrészt azoknak a szülőknek, akiknek nem nagyon adatik meg az, hogy kikapcsolódjanak és eljussanak szórakozni, számukra szeretnénk minden évvel legalább egy olyan alkalmat, ahol nívós, színvonalas kikapcsolódásban lehet részük, másrészt pedig azokat a támogatóinkat, segítőinket és egyéb olyan partnereinket, akik valamilyen formában kapcsolatban vannak velünk, őket is várjuk szeretettel. Barabás Éva több jó szolgálati cél mellé állt már az elmúlt évek során. Az egyik szívügye a szülőszövetség segítése. A kezdetektől minden évben részt vesz a bálon, hogy a nyilvánosság erejével felhívja a figyelmet erre a társadalmi csoportra. Egyetlen egy súlyos beteg gyerek az egész család életét gyökeresen változtatja meg, és én nőként, meg érző emberként is azért tartom nagyon fontosnak, hogy itt legyek, mert azok az emberek, akik egy ilyen gyereket kénytelenek nevelni, az élet, a mi közös életünk perifériájára szorulnak. Orbán Ferencné 37 éves sérült lányát gondozta egész életében. Lánya tavaly óta bentlakásos otthonban él. Azt mondja, nagyon sokat köszönhet a szövetségnek, aminek maga is aktív tagja. Elég sűrűn tartunk gyűléseket, most benne vagyunk egy 3 éves projektbe. Vannak szülőképzések, különböző foglalkozások, számítógépes tanfolyam, lélekerősítő foglalkozás és egyéb különböző hasznos programok, előadások vannak, ami számunkra egy nagy kikapcsolódást jelent tulajdonképpen. A jótékonysági bál bevételét a szövetség működésére fordítják.